Sziasztok, a mai adásban ismét a Jazzy a főszerep, köszöntöm a stúdióba a Blue Flamingos zenekart. A Blue Flamingos Quartet, ahogy a név is mutatja, négy fiatal jazzzenész közös projektje. Ők négyen elképesztően alázatosan állnak a zenéhez, rengeteg saját kompozíciójuk van, melyből mi is meg fogunk ma hallgatni egyet, a gitáros Veré Patrik szerzeményét. Ez a Kompass, most belenézünk, utána pedig beszélgetünk. Meséljetek egy kicsit a Blue Flamingos kezdetéről, és egyébként Isten éltessen titeket. Ugye nyáron volt a zenekar születésének az első évfordulója, ha én ezt jól olvastam, vagy ha jól írtátok ki a Facebookra. Hát úgy látszik, jól írtuk ki, akkor igen. Szóval, meséljetek így az első időszakról. Úgy indult a zenekar, hogy kerestünk egy koncerthez zenészeket, tehát előbb volt a koncert, mint a zenekar. És a Betty ismerte már a Marcit régebről, a Petit meg úgy ajánlották nekünk, és szerencsére igent mondtak, és meg volt a koncert, és tök jól éreztük magunkat, és megbeszéltük, hogy akkor így maradunk. Ezt annyian megbeszélik amúgy egy koncert után, és nem mindenkinek sikerül így együtt maradni, vagy közösen alkotni. Még olyan is gondoltuk, és az elején még csak standardeket játszogattunk, aztán elkezdett Patrik írni talán számokat, és aztán meg Marci is, meg Betty is, és én még nem. De majd szerintem annak is eljön az ideje egyszer, szerintem az a cél, hogy csak saját számokat játszunk, maximum egy-két standarddel, de ez még szerintem egy ilyen hosszabb folyamat lesz, hogy mindenki így hozza a kis saját ötleteit, azokat így eljátszogatjuk, meg kitaláljuk, hogy mi legyen vele. Demokrácia van? Szerintem. Amúgy? Vagy van kisfőnök, aki a dal, ővé az utolsó szó. Ez hogy néz ki nálatok? Én úgy gondolom, hogy demokrácia van, de mernétek más mondani. Hát igen, hát én eddig, amilyen dalokat írtam, én mindig igyekszem lehető legnagyobb teret adni mindenkinek, szóval, hogyha tehát nem sértődök meg, ha nem tetszik, de szerintem nincs nálunk ebből sosem probléma. És vannak olyan emberek, vagy olyan művészek, akik segítenek benneteket, mondjuk külső fülekkel, vagy jó tanácsokat adnak adott esetben? Mindannyian a Bartok konziba járunk, Peti már elvégezte, úgyhogy a tanárainknak szerintem vagy a tanárainktól mindig kérünk tanácsot. Meg hát Juhász Gáborral is játszottunk a jazzklubban, és az nagyon ilyen löketet adott meg, hogy vele az csak játszani, meg a próbán így összerakni a számokat, az baromi nagy élmény volt. És szerintem ő sokat is hozzá rakott ahhoz, hogy egy-két szám úgy igazán nem tudom, hogy így összeálljon, vagy így összerántotta, mert nem tudom, ő így azért rosszat nem játszik a izé, ugye nyilván a számukra is, hogy az szerintem nagyon király, hogy mi csak úgy körülötte, nem tudom, így figyeljük, ahogy éppen játszik. Én legalábbis ezt éltem meg a próbák alatt is. Ez milyen koncert volt egyébként? Ez a Budapest Jazz Clubban volt augusztusban, ha jól emlékszek, augusztus 21-én, és hát a Patriknak ugye a főtájtanára a Gábor, és ő kérte fel, és hát szerencsére igent mondott és elvállalta, és így vele csináltunk egy ilyen egész estés kétszetből álló koncertet, és szerencsére elég sokan eljöttek, úgyhogy abszolút nagyon, nekem nagyon nagy élmény volt, és tényleg, ahogy a Peti is mondja, így a Gábor, ahogy belekerült a produkcióba, valahogy így úgy vitte az egészet, hogy belőlünk is a legjobbat hozta ki. Szóval szerintem abszolút mindannyiunkra pozitív hatással volt, szóval úgyhogy köszönjük szépen neki ezúton is.
És YouTube-on is van belőle fent egy részlet, igen. Ez a pozitív kisugárzás, ez így sugárzik az egész lényéből, és ez így nagyon jó. Úgyhogy én most két olyan zenekari gyakorlatban is részt veszek a Bartók Konziban, amiben ő a tanár, és hát nagyon jó, tehát mindegyik alkalommal annyit hozzátesz a játékomhoz, hogy mit, hogy csináljak, mint finomítsak, szóval én nagyon hálás vagyok neki. Marci, mint legfiatalabb tag, és mint zeneszerző, hogyan tudnád jellemezni így a Blue Flamingosnak a világát? Oké, hogy jazz, de azon belül milyen színeket kevergettek szerinted? Szerintem igazából, ami nagyon megadja az egész zenekarnak a színét, az szerintem a Patriknak és az én zenei ízlésem. Nyilván a többieké is fontos, csak mivel a Patrikkal mi szoktunk ugye számokat írni, meg hangszerelni, ezért szerintem az sokszor megadja a színét, és a többiek hozzáadják, amit ők tudnak. Ugye a Patrik, hát ő szerintem inkább így a modernebb jazz felé érdeklődik jobban, én pedig inkább a régebbi jazz felé, hogy őszinte legyek, de nyilván engem is nagyon érdekel a modernebb jazz, de valahogy eddig én főleg régebbi jazzzel foglalkoztam, úgyhogy szerintem így ez a kétfajta stílus keveredik így a swing korszaknak és a bebopnak a motivumai az én részemről, és a Patrik részéről pedig így a modális, modernebb jazznek a színei. Mi volt a például a legmeghatározóbb lemez az életedben? A legmeghatározóbb lemez szerintem az John Coltrane és Cannonball Adderleynek a közös lemeze. Az nekem az a mai napig egy élmény ezt végighallgatni. És minden egyes hangja egy kincs szerintem. Agyalgattam, hogy nekem szerintem van több minden is van, viszont így szerintem kiáll az összes közül, vagy kitűnik az összes közül, az a Bitches Brew Miles Davisnek, és Miles Davis-től is az nekem is olyan, hogy azt mondjuk nem biztos, hogy mondjuk így rendszeresen végighallgatom, mert ez egy baromi hosszú lemez, meg van abból egy ilyen olyan verzió, amiben az összes ilyen, vagy az egész session rajta van, és az nem tudom hány órás, ez őszintén fejből nem tudom mennyi, de hogy az nekem nagyon, nagyon meghatározó volt. Nekem is. Én is ezt a lemezt szerettem volna mondani. Egyébként ez volt az első jazz lemez, amit hallottam életemben, és én nem tudtam, hogy ez jazz. Úgyhogy mondtam, hogy hát ez jazz, akkor ez nagyon király. És akkor nekem egy kicsit így visszafele finomult az ízlésem, tehát hogy én később kezdtem el imádni azokat a lemezeket, amiket például a Marci, de hát a Bitches Brew-val kezdtem, és a John McLaughlin-nek az Extrapolation. Még mielőtt így lenyúlod, sorry, csak annyi, hogy nekem is ugyanez volt, amit Patrik mondott, hogy onnan... Én nem biztos, hogy azzal kezdtem, mert én így előtte ilyen Art Blakey-ket is, meg más Miles Davis, korábbi Miles Davis-eket is hallgatgattam, meg Coltrane-t is, de hogy én is kb. Így onnan kezdtem így el visszafele indulni. Tehát, hogy például nekem én is szeretem a bebopot, de nem volt annyira egy olyan korszakon, amikor így azt nagyon mondjuk így kiragadtam volna abból egy csomó lemezt, és akkor azt így mondjuk kajáltam volna, hanem így visszafele kezdtem így indulgatni, és így keresgetni a dolgokat. Akkor én is elmondtam, hogy nekem mi volt meghatározva. Ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, mert tehát alapvetően, ahogy így haladtunk az időben, most már én is másokat hallgatok, de ami mindig meghatározó, és amihez mindig visszatérek, és én is erre tudom visszavezetni, hogy az volt az első jazz lemez, amit így elém tolt az egyik volt tanárom, hogy na, akkor ez jazz, és akkor ismerkedjünk meg vele, mit szólok hozzá, az a Kind of Blue volt, és hát Paul Chambersnek a játékmódja a mai napig nagyon, nagyon meghatározó számomra, és meghallgattuk a volt tanárommal a lemezt, és talán a Blue in Green-nél volt az, hogy én ezt el akarom játszani, és akkor együtt leírtuk, és én azt megtanultam, azzal is felvételiztem egyébként a Bartók Konziba, szóval nekem ez, amikor ez a kérdés, hogy mi volt a legmeghatározóbb, akkor mindig ez így. Mindig így visszatér. Igen, mindig visszaemlékszek rá, úgyhogy ez.
És így egy kicsit visszatértünk Marcihoz, vagy így sorba ment a mikrofon. Ezen a zenei világon belül hogyan alkottok? Szerintem mindig próbálunk kicsit visszanyúlni az időben, és szerintem mindig valami meginspirál minket, és próbáljuk azt ma játszhatóvá tenni, illetve próbáljuk a személyiségünket belerakni, és ez mind a saját személyiségünk, és mind a zenekar személyiségére értendő. A mai kompozíció... Ez egy Patrik szerzemény, igen. Igen. Hát én úgy szoktam komponálni, hogy megyek az utcán, vagy ülök otthon, és egy pillanatra az egész dalnak egy ilyen lenyomata bennem van a fejemben, és onnan próbálom így kiszedni. Leszedegetni. Igen, de és akkor ez sokszor nem sikerül, de néha sikerül, néha csak egy dallamot sikerül leírni, és a köré építem. A Compass az úgy íródott, hogy szerettem volna régóta, egyébként azért is az a címe, ugye iránytű a harmóniai struktúrája miatt, és régóta szerettem volna egy ilyen Bartóki tengerrendszer alapján írni egy dalt, és írtam. és ez a Compass lett belőle. Nem mindenkinek vannak ilyen gondolatai, hogy a tengerrendszer szerint szeretne dalt írni. Ez... Pedig ajánlom mindenkinek. Tanulságos. Milyen hosszan született ez a szám? Fél óra. Fél óra volt. De szerintem mindegyik körülbelül elég, tehát ami hosszabb időt vesz igénybe, azt abba szoktam hagyni, mert az nem lesz jó. Általában. Például a legújabb dal, amit írtam, az tök hosszan íródott, és nem is lett olyan jó. Amikor először hozom a kottát, és akkor eljátszuk, akkor általában van egy vagy egy pozitív, vagy egy ilyen negatívabb, kicsit lenyomat rögtön az első pillanatban, és soha nem szeretném azt, hogy olyan zenét játszanak a többiek, amit nem szeretnének, szóval akkor sose erősködök, vagy hát remélem sose erősködök. Nekem még az jutott eszembe így ezzel kapcsolatban, hogy volt olyan, vagy van olyan szám, amit Patrik írt, és nekem nagyon tetszik, de még szerintem nem vagyunk ott vagy zenekarilag, vagy pedig így személyes hangszeres tudásban, így most ezt magam részére értem, hogy azt meg tudjuk úgy valósítani, hogy az király legyen. A Snowflake, Deserted Snowflake, az például pont egy olyan szám, az is Patrik írta, hogy amúgy nekem nagyon-nagyon tetszik, meg szeretem is játszani, de azt érzem, hogy ahhoz kéne valami, vagy hogy nekem többet kéne tudnom ahhoz, hogy a jövőt játszak rá, meg köré, ami nekem is tetszik, meg amitől a szám olyan lesz, amilyennek kéne, hogy legyen. Tehát így hallom, hogy így mit kéne, de mondjuk nem tudom azt lejátszani, vagy így nem jön rá ötlet, és szerintem ez egy király dolog, mert hogyha egy olyan számot ír meg, amit még nem tudunk eljátszani, de majd egyszer így tudjuk, hogy milyen lesz, akkor az így folyamatosan nyom előre, meg így löki előre a zenekart. Ez egy ilyen nagyon-nagyon produktív, közös fejlődés igazából. És ez meg egy tök nagy szerencse, mert mondjátok, hogyha nincs igazam, de azért előfordul, hogy mondjuk valaki inkább magát szeretné előtérbe helyezni. Pont emiatt az, hogy mondjuk én hangszeres tudásomat szeretném egy magasabb szintre emelni, az nem azért van, mert én abból én a saját valamilyen profitomat akarom kihozni, hanem azért, mert hogy vagy azt szeretném, hogy itt is, meg mondjuk más zenekarokban is ott tudjam azt játszani, amit tényleg szeretnék. És hogy ne valami olyat, amit éppen tudok. Ez az egyik motiváció. Mi az, ami motivál még benneteket? A pénz! Ez az! És a siker! Te soha nem tudnám megmagyarázni, de úgy kelek föl minden nap, hogy ez a legfontosabb. Tehát, hogy igen, ez kicsit rosszul fejezem ki magam, tehát hogy a család is nagyon fontos, de hogy ez jut először eszembe reggel, és ez jut utoljára eszembe este. Nekem is egyrészt ez, amit a Patrik mondott, másrészt meg az, hogy valahogy így azt éreztem
így az első ilyen közös próbák alkalmával is, hogy az első koncerteknél is, hogy ez így működik, és hogy ez nekem jó, és hogy én ebbe tudok fejlődni, és hogy erre nekem szükségem van, ahhoz, hogy érzem, hogy tartozok valahova egyrészt én is, másrészt meg nekem ez az első ilyen komolyabb zenekarom, szóval én ezért is ragaszkodok hozzá, és még talán az is, hogy valószínűleg itt azért mindenki magasabb szinten van, mint én, mert én tényleg azelőtt, hogy felköltöztem Pestre, azelőtt kezdtem el nem sokkal basszusgitáron tanulni, én eredetileg zongoristának készültem. Klasszikus, de utána végül is könnyű zenei konzit végeztem. És alapvetően ez egy nagyon jó lehetőség volt nekem, hogy egy a basszusgitáros tudásomat elkezdjem mélyíteni, és így veszem magamon észre azokat a dolgokat, hogy így Marci elmondja a véleményét, Patrik elmondja a véleményét, vagy épp a Peti, és én azokat bele tudom építeni, és most már mondjuk ki tudom játszani azokat a dolgokat, amiket egy évvel ezelőtt még nem tudtam volna. Az érdekelne, hogy látjátok a következő időszakot. Nehéz kérdés abban a szempontból, hogy ugye ingatag lábakon áll, hogy egyáltalán az ember suliba tud-e majd járni jövő héten, vagy holnap, vagy koncertet lehet-e tartani. Mégis hogyan látjátok a következő, mondjuk egy évet? Szerintem nincsenek külbővésé tervek, legalábbis én nem tudok róla, de szerintem csináljuk tovább, ezt szeretjük csinálni, ezért kelünk fel reggel, hogy játszhassunk, koncerteket játszhassunk, próbálhassunk, ilyen jó lehetőségeket kaphassunk, mint ez is, és stúdiózhassunk, és tanulhassunk egymástól. Úgyhogy szerintem folytatjuk, amit eddig csináltunk, próbálunk fejlődni, próbálunk új dolgokat kitalálni, és megpróbálunk így együtt maradni, és folytatni azt, amit szeretünk. A beszélgetés végén jöjjön a Kompass című szerzemény, zenél a Blue Flamingos. Thank you.
A műsor végén köszönöm figyelmeteket, kövessétek be a Blue Flamingost Facebookon, az Instagramon, keressétek őket YouTube-on. Én pedig várlak titeket legközelebb is. Sziasztok!